Afganisztáni tapasztalatairól számolt be Markó Roland a Kalandozó Kanizsai a programsorozat legutóbbi előadásán a Megyaszai Házban. Az utazó a világ számos pontján járt már, mint mondta. Küldetésének tekinti, hogy a különböző népekről alkotott sztereotípiákat eloszlassa. Visszatérő vendége a rendezvénynek Markó Roland, aki csütörtökön az afganisztáni tapasztalatairól mesélt a közönségnek. Beszélt az ország elhelyezkedéséről, kultúrájáról, és személyes véleményét is megosztotta az érdeklődőkkel. Hangsúlyozta, előadásának célja, hogy eloszlassa a tévhiteket mind az országról, mind pedig az iszlámról. Sokan félnek magától az országtól, de leginkább az ott most uralkodó hatalomtól, mozgalomtól, a táliboktól. Én szeretnék szerte fosztatni egy-két tévhitet, azt gondolom, hogy talán ez is a küldetésem. Afganisztán számunkra, én azt gondolom, hogy magyarok, európai ember számára elég ismeretlen terület. Legutóbbi kalandjáról pozitív tapasztalatokkal tért haza az utazó, kiemelkedőnek tartja az ottaniak vendégszeretetét, valamint az odalátogatók felé mutatott tiszteletét. Elmondta, az afgánok missziójuknak érzik, hogy megvédjék a hozzájuk érkező külföldieket. Olyan tájra utazok, ahol nincs turizmus. Afganisztán természetesen egy ilyen ország, és ugyanúgy Afrika és Ázsia azon részei, Dél-Amerika, ahol valóban nincs ilyen a tömegturizmus, és csak azt érezhetem, ahogy mintha helyi lennék, tehát a helyiek között mozogva. Természetesen észreveszik, hogy nem vagyok odavalósi. Afganisztánban igyekeztem felvenni az ő életritmusukat, illetve az azért elvárás volt, hogy úgy is öltözködjek, ahogy ők próbáltam nem kilógni. Markó Roland hozzátette, számos olyan népcsoporttal találkozott már, akikhez bármikor szívesen visszatérne, azonban az eddig bejárt országok közül Nepál áll a legközelebb a szívéhez.